Na hát akkor kíváncsi, egy-egyre állunk. Kíváncsiság hajt minket előre ezzel kapcsolatosan, hogy tényleg látszik, hogy talán elkapja a fonalat, de mindig történik egy pici-pici olyan dolog, amitől nem veszi, nem ugrik át, és ismét 90 fölötti átlaggal végighasítja a mérkőzést. De hát egyszer csak bekövetkezik az, hogy elkapja a fonalat, mind a két játékos és magasabb szintre lépnek, 140. Egyébként a érdekes, hogy a 180-ak és a 140-ek aránya azért az nagyon jó, csak mindig bejön egy gyengébb kör. Nagyon jó a 100-as. Hoppá. Milyen fejdíszekkel vannak. Oj, de jó! 123 megint. Nagyon jó. Tripla 18. Az nem jön. Tripla 17. Az igen, marad a 24. Gyönyörű volt. Azért ez már 13 nyilas is lehet, ugye eddig a mérkőzésen 14 nyilas volt a legjobb. Nézzük azt, még fölötte, az is fölötte! Nem dobja be! Már 24 kísérlete volt a duplára, és ebből 5-öt tudott bedobni. Searle. Álljönnek most már, 100-as az első 9 nyila, azért alakul ez. 57-es, abban a pillanatban tripla nélküli kör a kezdésbe. De jó az első nyíl. 81. Hoppá. Százharmincnégyes! Ez jó ötlet volt, nem? Még az arcuk is tisztán. 57-es. Ez a 134 most nagyon jól jött Ryannek. Hát ez 40 megint. 170-re kerekít ezzel. Aztán megtalálta, elkapta a fonalat. Ryan Searle. Nagyon jó. Az is, és a Bull bedobja! Ott a 170-es kiszálló. És 12 kilas. De szép volt. De jó volt ez a képbevágás, hogy... Hogy reagálta le? Hogy hergett a közönséget? Robbie King. Ha mondjuk azért a 170-es kiszálló, a 170-es kiszálló. Erre bekezd 39-el. Hihetetlen. Oh,
134 a válasz rá. Ez a tizedik a meccsen. És még hol van a vége? Hoppá! 81-es. Az is jó. Az átcsúszik a tripla egyesbe. 68 a dobás. Kiszállónak kiszálló, de nagyobb magas, és most utána mehet Ryan Searle. 96-tal ő is kiszállón van. Szinte teljesen ugyanaz, csak egyikbe 50-et, tehát a másikba 51-et kell beletenni. Nagyon jó. Tripla 19. Az is jó, és a dupla 20. Oh! De fölötte volt. 170 után egy 157-es kiszálló. A mérkőzésen azért az nagyon kemény. Még mindig tripla 20. 91 a dobás. 60 a maradék. Na nézzük dupla 20-ra. Dupla 10. Nagyon közel volt pedig. Dupla 10. Úgy, de messze. Dupla 5. Kihagyja! Nézzük Ryan. Dupla 10. Nem dobja be ő se! Halálosan jól érzi magát egyébként. Robbie King. Áj, az is az egyre messzebb. Bedobja a sarokba. Visszabrékel. És kezdte jó, triplával. 140. Ja, jól dob, nagyon. Igen. Most elkezdett azért följebb menni. Csak ezek a duplára való hibázások leviszik azért az átlagot. De mondjuk az első 9 nyíl így is neki 93 pontnál jár. De most sokkal, de sokkal magasabb szinten dob, mint eddig. Gyönyörű a 131. Sima 60-nal is kiszállón lehet. Azért kéne a tripla. 60, most neki maradt 170-e. Csak közelíteni tudna, nézzük ezt a 170-et. Egyet már láttunk. Hát ebből most nem lesz levált, 19-esre kellene még egy tripla, és akkor 36-ja marad, az nem jön, 80 a dobás, 90 a maradék. Most 94, nagyon jó volt a váltás. 18-asra. Jó, 75-ös, az jó, és a Bull! Oh! 25 pontja marad, de nézzük a 124-et. Lesz még egy 100 fölötti. Nagyon jó, 14 vagy tripla 14, és a Bull! Oh, ott is 25-ös lesz a vége. 25 dupla, King kezd. 9. 4. Dupla 4. Bedobja! 2-2. Ryan Szörfog kezdeni, igen. Széles meccs. Igen, 81-es kezdés, megint szektor hiba benne. ...93-as. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon jól állunk a 180-akba. Ugye, mint mondtam, 169-el kezdtünk, most 179-nél tartunk. És a
tavaly egy év, pont egy évvel ezelőtt ezen a napnak a végén 203-nál jártunk, és ugye tavaly 880 darab, 180 volt ugye ez a legtöbb, mondjuk ne felejtsük el, 140, több meccs van, igen, mert 96 játékos van, de azért jót jelent, hogyha a 880-at sikerülne megdönteni a játékosoknak, szerintem az egyébként biztosan meg lesz. Dupla 10, dupla. Szerintetlen, nem dobálja be. Most már 33 kísérlete volt duplán. Az 80! Természetesen tavaly is 96 játékos volt, de azért lett akkora nagy a különbség ahhoz. Egy nyila marad. Dupla 1, mert nem jön a dupla 2 sem. Hihetetlen, hogy ég bedobja a duplat, bedobja, és ezzel ő nyeri meg megint. És itt most már nincsen szünet. Game on! Kíváncsi lennék, hogy mennyi volt ennek a szetnek az átlaga, mindjárt utána is nézek. Itt azért sokkal magasabb szinten dobott Robbie King is. Hmm. 140 a válasz. Hát nem, 84-es átlagot dobott. 123. Jó, van. Tripla 19, igen. Egy sima 19 már megint 170-et ér, így megvan. Olyha. Szóval egy kicsit most padlón, megvan az első, igen, tripla. A második fölötte 18-as, nem a búra megy rá, de 19-es lett. Marad a 71. Szép. Új, de szép! Ez nagyon szép volt most. 75 a maradék. Mikszor benne van dupla. 8. Nem dobja be! Ez nagy lehetőség volt, megint csak. Na nézzük, Sölt. Sima, a 18 és a dupla. 20, bedobja! Megcsinálja. Most fordítva volt, ami eddig szinte az egész meccsen. És most jól is kezd. 180! 11. a meccsen. 12. Bocsánat, 12, igen. És jön a 13. Nem. Hmm. 60. 60-nal folytatja bizony. Az viszont jó helyen van nagyon. 85-ös. Az jó, vissza kell dobni 20-asra. 91-es 170-re megy le. Dob még egy 170-es kiszállót. Áj, az egy egyes, 19-es jön. Júj! 66-ot dob, vagy 69-et dobott az egyes, vagy tripla hármassal. Megint fönt is, meg lent is szektoriba. Ma nézzük, 103. Biztos hatnyira van 103-ra. Jó. Az is, és a dupla 20. Nem most nem dobja be. Közelnek viszont nagyon közel volt.
Nagyon alá mennek a nyilak, ez jó a tripla 19. És ez erő is kiszállón. Dupla 10, bedobja a 2-0. Végre. Hát itt talán úgy tűnik, hogy döntő leg lesz, de... Még le. De mondjuk, igen. Döntő szettek, döntő legek. Láttunk már egy párat. Ezért nagyon érdekes, hogy 29 hibázott dupla nyila van Ryan Searle-nek. Már rég vége lett a meccsnek. Igen. Na. Százas. 41-re százat dobott. 100 szintén. Száznegyven. Mi lesz a válasz a Ryannek? 140 szintén. Mindig a legben előnyösebb helyzetben Robbie King. Csak kéne oda... az nagyon jó így. 170-e marad, ő már kiszálló van, de hát nagyon magas. Kell még egy, és 8 marad. 133-mal marad a 40. 6-os. Fifty-eight. 112 maradt, gyerünk 46-ra. 6. Még mindig a dupla 20. Nem dobja be! 31. rontott duplája. Megvan a tripla, sima. Ó, mekkora hiba! Azt hova dobta? 12-es helyett az 5-ösbe. A kettő, mindig. Kettőért. A kettő, kettőért. Nem dobja! Hé, hát mi van itt? 5. szett nyila volt. Bezobja! Újra büntet King. Hát kérem szépen, érdekes lehet ez, mert hogyha nem... valamit nem változtat Searle ezen a kiszállózásán, akkor el fogja bukni ezt a meccset. 180! A 8. 180 a... Negyvenhárom-kilenc. Ez az aránya, ott van, lehet látni. Kilencvenhat. Nézzük, hogy tud-e majd változtatni azon az arányon. 121. Ötvenhetes, 161. És azért ne felejtsük el, hogy úgy ez az aránya, hogy még dobott 170-es kiszállót is. 20-as, levált 19-esre, nem jön a 19-es. 28. Na nézzük azt a 96-ot. Megvan. Jó, a dupla 18. Bedobja. 2-2. És Searle kezdhet. Igen. Ugye itt egyetlen egyet sem nyert meg abban, amit kezdett. 60. Még mindig 10 pont különbség volt ebben a szetben a két játékos között. Ez viszont jó kezdés. A második is benne. 180! A 9. 180. Ian White-nak volt 880 a összesen. One run of 40.
Luke Woodhouse-nak is 880-a volt. Nagyon jól fog állni a 180-ak listájába. Ugye a legtöbb 180 eddig Luke Humphreys-nak van, csak azt ne felejtsük el, hogy ő két meccset játszott. Gary Andersonnak van még 7. Bedobja! 34-et! Megoldja, 1-0-ra vezet. Előrébb van egy kicsit. 121! Száznegyven. Nagyon jól alakul most ez a leg. És kipattan onnan. Úgyhogy ez most segítség Robbie Kingnek, de hát így is jobban áll. Jól is jön az első, az mondjuk lecsúszik. 85-ös. Száznegyvennel azonnal kiszállóra megy le. Most jól dobnak. 3-as. 83. 52 maradt, nézzük a 160-at, eddig jó. Az fölötte van, 140-nel 20-ra megy le. Szépen most oda tette a terhet rá. Egy nyila lesz dupla 20-ra. Bedobja, 1-1. Jól bírta most a terhet. De rossz kezdés. Rossz kezdés, ez baj is jelenthet majd. Ryan Searle-nek. Na de tud-e élni vele King, ez egy triplája. 58. Csak azért, hogy tényleg ne legyen nagy a különbség. Ez még egy szektorhiba. 42. Kicsit megy le az átlag most. King találja meg először a triplát. 99, ez jó. Igen, az már jó most neki. Állj, de elkapkodta az utolsót. 81 pont a dobás. Szép, 140. Ez most nagyon jó. Megint egy szektorhiba. Ez így nehéz lesz. Főleg saját kezdésből kiszállóra mehet King. Ajaj, 40. Hiszen a kiszálló, de magas. 140. Sir, ez jó. Igen, most egy felzárkózni tudott vele. Nagyon le volt maradva. Ajajajajajaj, és erre dob egy ilyen rosszat! Az előny oda! Nagyon kemény. ...135-je van, nem az, ami oda van írva, rossz, semmi igen, probléma. Nem is Sir dob egyébként, teszem hozzá, hanem King jelen pillanatban. 70-et dobott. Igen, le is veszik. 65-je. Igen, most levették. Hoppá! Tripla 17. Behozta, igen, marad a 40. Na nézzük, 65-ről. Az mennyi, ez 6-os? Nem, az 10-es. És most a 40. Nincs, marad a 40 pontja, és most megint jön 40-re.
10. Bedobja! Ó, mekkora sanszot halasztott most el Robby King. Én egyébként hozzáteszem, ennyi világbajnokságon ennyi hibát még nem láttam a közvetítésben egyébként. És megint Daniella ír egyébként lehet látni, 140-es kezdés, 361 pontja van Robby Kingnek. 380-ra megy le Ryan Searle. Most már legalább látszik. 45-össel 3-16. Ez nagyon jó. 96-os. Tripla 5. Az bent van. Nagyon szép. 135. Igen, ez most megint egy jó sorozat volt. Kell a két tripla Ryannak, természetesen 20-asra gondoltam, nem 5-ösre. Ó, 17! Mondjuk ő fog kezdeni az utolsó leget, ő kezdi, de hát akkor is az... 93. Nagy rutli. Jó a tripla. Aj, de szép! Na, ez most kellett. Megint nagyon. Közelebb van. 130 a marad, ott 88. Uha. Hihetetlen. De hát 52 ráadásul. 130-at. Ebből így már nem lesz. 127-e van, 67, 51 kell. Az nincs, megmarad az 50. Nézzük 52-re. Az életbe maradásért. 12. És a dupla 20 bedobja. Bedobja. Na! Searle kezd, döntőleg, aki ezt nyeri, az viszi a meccset. Kibírja jobban. Hoppá, ezt nem hiszem, 24-jel kezd. Óriási lehetőség ez most King előtt. Egy triplát kell dobnia, és akkor már jobb kezd. Ó, ő meg 42-t, és most ezt nem bírta el lelkileg. Ezt meg ő már rendezte magában, azt a 24-et, 121. Most ő jön vissza a jó dobás sorozattal. 99, teljesen egyformán állnak, még mindig a kezdésből adódó előnye van Ryannak. 59 a dobás. Itt van Damon Hetta. Meg Ben Robb. Természetesen Robby Kingnek szurkolnak. Ez is csak 58. Hát ilyet. Ezt mekkora szenvedés. Utolsó leg. Több egy órája játszom. 58 még mindig. 19-es, 20-as, megint vissza 19-es, 30. 39. Nincsen kiszállón. De ez egyszerűen ilyet nem. Egy 121-es becsúszik neki. És azóta tripla nélkül játszik. Százas. Előbb van kiszálló Robby King. Tehát neki, ha jól csinálja, lehet meccsnyila a következő körében. Ez a tripla 19 jó. Kétszer jön. Na, ez most kellett. Marad a 66. 108. 100 fölötti kiszálló. A triplát kell dobni. Megvan. Sima 19 és a dupla 16. Ezt nem értem, most akkor miért arra kezdett, mindegy, ő dupla tudja, 20. Dupla 20, nincs nem meg. Ott volt a meccs nyíl. Sima 10. Egy nyíl a dupla 20-ra. Bedobja! A tavalyi siker sorozata után, de nehezen jön most ez, de jön. És végül is hozza a papírformát Ryan Searle, de le a kalap a Robby King előtt, aki
illetve az első világbajnokságán azért jócskán megnehezíti az ellenfele dolgát. Jánszor mégiscsak 32. ezen a PDC ranglistán, de hát... Jól mondom? Jó. De ez most egy nehéz szülés volt, de megvan, úgyhogy ő folytatja majd. Robbie Kingtől pedig búcsúzunk. És most mi is egy kicsit búcsúzunk, aztán jön majd a következő mérkőzés. Minden igaz, akkor Cristo Reyes, illetve Lorenz Yagana. Köszönöm.